Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órától. Nézzük, miről szólnak mai híreink. Biztos és kiegyensúlyozott hátteret kapott a Neumann János Egyetem, reagált dr. Salacz László országgyűlési képviselő az egyetem alapítványi fenntartásba kerüléséről szóló törvényjavaslat tegnapi megszavazására. 8400 métert futottak a katonák Kecskeméten a Honvédelmi Országfutás a Magyarok Egészségéért programhoz kapcsolódva. Tanszüneti menetrend szerint közlekednek a buszok hétfőtől, és újra az első ajtón kell felszállni. Biztos és kiegyensúlyozott hátteret kapott a Neumann János Egyetem, így reagált dr. Salacz László országgyűlési képviselő arra, hogy a Neumann János Egyetemért alapítvány fenntartásába kerül felsőoktatási intézményünk. A modellváltás miatt sokkal rugalmasabb, hatékonyabb és korszerűbb lesz az oktatás az egyetemen, tette hozzá. Biztos és kiegyensúlyozott hátteret kapott a Neumann János Egyetem. Dr. Salacz László országgyűlési képviselő így reagált az országgyűlés által tegnap elfogadott törvényjavaslatra, mely szerint egyetemünk a Neumann János Egyetemért alapítvány fenntartásába kerül. A képviselő úgy fogalmazott, mint az ország 7. legnagyobb városa fontos, hogy Kecskemét önálló egyetemmel rendelkezzen. Ez a kecskemétieknek olyan szempontból is megnyugvást jelenthet, hogy Kecskeméti Egyetem, a Neumann János Egyetem, a nagy egyetemek árnyékába egy viszonylag friss egyetemként mindig egyfajta demoklész kardjaként fölötte lebegett, hogy esetleg Budapesten vagy Szegeden az egyetemek beolvasztják a Kecskeméti Egyetemet. Ez most elhárult, ez a veszély. A modellváltás stabilabb és rugalmasabb működést fog eredményezni, hiszen saját, a helyi igényeknek megfelelő, bürokráciamentes döntéseket tud majd hozni az alapítvány, amely mind a hallgatók, mind pedig az oktatók számára hasznos. De más előnye is van az alapítványi fenntartásnak. Könnyebb lesz az együttműködés a kárpát-medencei egyetemekkel és a globálisan is az egyetemekkel. Emellett a piaci szereplőkkel, a kecskeméti piaci szereplőkkel, vállalatokkal, cégekkel is rugalmasabb lesz az együttműködés. Ki lehet bővíteni a duális képzésnek a formáit, ami Kecskemétről indult el országszerte, illetve a piaci alapúvá lehet tenni az egyetem működését, mivel egy magánalapítvány fogja működtetni. Az egyetemen továbbra is biztosított lesz az állami ösztöndíjas képzés, az oktatók pedig teljesítmény alapú, megemelt bérezésben részesülnek. A modellváltás augusztus 1-től lép életbe. Fokozatosan nyitnak az óvodák, a tanév végéig marad a digitális munkarend. Maruzsa Zoltán közoktatásért felelős államtitkára a kormány Facebook oldalán jelentette be, hogy döntöttek az óvodák és iskolák újranyitásáról. Az államtitkár elmondta, hogy a járványveszély mértékének csökkenése lehetővé tette, hogy az óvodák és a bölcsödék vidéken május 25-től, Budapesten pedig június 2-től visszatérhessenek a normál működési rendhez. A digitális oktatás jól működik, ezért az a tanév végéig érvényben marad, tette hozzá Maruzsa Zoltán. Kecskeméten az 1177 idén óvodaköteles gyermek közül az önkormányzati óvodák 922 főt vettek fel. A többi 14 gyerek nem önkormányzati fenntartású egyházi és magánóvodába került, tájékoztatta a HÍRÖS HÍREKet Takács Valentina, az önkormányzat kommunikációs vezetője. Így minden óvodaköteles gyermek felvételt nyert valahová. A közlemény kitér arra is, hogy a beérkezett szülői kéréseket egyenként megvizsgálták, és az állandó lakcím vagy a tartózkodási hely mellett a szülő munkahelyének címét is figyelembe vették. Kecskeméten 14 katona futott a Honvédelmi Országfutás a Magyarok Egészségéért elnevezésű rendezvényen. A Magyarországot átfogó projekt célja a társadalmi felelősségvállalás hangsúlyozása, a katonák erkölcsi támogatása, valamint fizikai erőnlétük bemutatása. Összesen 8400 métert teljesítettek ma a katonák. Bemelegítettek a katonák a Benkó Zoltán szabadidőközpont előtt. Volt is rá okuk, hiszen ma 8400 métert futottak le Kecskeméten. Összesen 14 katona futott a légijárműjavító üzem és a Szent Györgyi Dezső repülőbázis részéről a Honvédelmi Országfutás a Magyarok Egészségéért elnevezésű rendezvényen. A futás célja megmutatni a magyar társadalom, magyar állampolgárok számára, a magyar honvédség jelen van a mindennapokban, megmutatni a katonák fizikai erőnlétét, demonstrálni azt, hogy a katonák nem csak békeidőben, hanem kritikus helyzetekben is tudják támogatni a társadalmat. A katonákat két csoportba osztották. Heten a szabadidőközponttól, heten pedig a repülőbázisról indultak el. A cél a másik csoport kiindulópontja volt. Az útvonalhoz tartozott a Bács-Kiskun megyei kórház is, ahol mind az ott dolgozók, mind pedig a kórházparancsnok, Söröli Róbert köszöntötték a katonákat, és tisztelektek munkájuk előtt. A Városi Operatív Törzs úgy döntött, hogy május 25-től a tanszünetben érvényes menetrend szerint közlekedhetnek a Kecskeméti Közlekedési Központ járatai. Ugyanezen időponttól megkezdődik a fedélzeti menetjegyértékesítés, valamint újra az első ajtón kell felszállni az autóbuszokra. A Városi Operatív Törzs a tegnapi napon a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Működésével kapcsolatban hozott döntéseket. Az operatív törzs arra kérte fel a központ ügyvezetőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy május 25-i üzemkezdettől az autóbusszal végzett helyi személyszállítás a tanszünetben érvényes szünidei menetrend szerint működjön. Az is kiderült a közleményből, hogy május 25-től az autóbuszokra a felszállás újra kizárólag csak az első ajtón történhet majd, illetve ismét el kell, hogy induljon a fedélzeti menetjegy értékesítés. Azokon a buszokon, amelyeken nincs gyárilag kialakított autóbuszvezető fülke, biztosítani kell a járművezetők részére a megfelelő típusú maszkot. Bár ez év június végén lejár a tavalyi városi támogatási program keretében finanszírozott szerződések megvalósítási határideje, nem kell kétségbe esniük azoknak a szervezeteknek, amelyek a koronavírus járvány és veszélyhelyzet miatt nem tudták vállalásaikat teljesíteni. A szerződéseket ugyanis 2020 végéig meghosszabbítják. Így lesz még idő a programok megvalósítására, a támogatási összeg felhasználására, írt a közleményében Szemerei-né Pataki Klaudia polgármester. Január 1-től Kecskeméten a helyi iparűzési adó mértéke 1,8%-ra változott. Idén ezért az előleg összegét már ennek megfelelően kell bevallani. 2020. január 1-től Kecskeméten a helyi iparűzési adó mértéke 1,8%-ra változott. A helyi adókról szóló törvény értelmében, ha jogszabályi változás miatt az adómértéke az adóévre módosul, akkor az előleg összegét az adómérték változásának figyelembevételével kell bevallani. A számítást az elektronikus vagy az űrlapokon beküldött bevallások esetében is hasonlóan kell elvégezni. A rendszer automatikusan kiszámolja az adóelőleget, de a szakemberek kérik, ezt mindenki ellenőrizze le, különös tekintettel arra, hogy valóban az 1,8%-os adónak megfelelő összegek jöttek-e ki. Amennyiben nem, úgy az adózó saját maga is tudja korrigálni a hibát. Levélben tájékoztatja a magánszemélyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ha a munkaadójuk ellenőrzésekor valamilyen foglalkoztatási mulasztást, szabálytalanságot talál. A munkavállalók így a lehető legrövidebb időn belül értesülhetnek például arról, ha nincsenek bejelentve. Amikor a NAV vizsgálata lezárul a foglalkoztatónál és a jogszabálysértésről szóló határozat véglegessé válik, tehát bebizonyosodik, hogy a munkaadó megkerülte a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adótörvények rendelkezéseit. Erről egyúttal az érintett magánszemélyeket is értesíti a hivatal. Olvasható a nav.gov.hu oldalon. Ilyen jogsértés lehet például, ha a munkaadó nem jelentette be a foglalkoztatást, nem nyújtott be bevallást foglalkoztatottja után, 4 órás munkavégzést jelentett, holott foglalkoztatottja a munkaszerződés szerint 8 órában dolgozik, vagy fizetés nélküli szabadságot jelentett, de a jelenléti évek szerint a magánszemély dolgozott. Az újszerű tájékoztatás bevezetésével a munkavállalók a legrövidebb időn belül értesülnek a társadalombiztosítási ellátásukat befolyásoló tényekről. A sportolók május 18-ától már használhatják a strand 50 méteres medencéjét, a lakosság előtt azonban a tervek szerint csak június közepén nyit meg az élményfürdő és csúszdapark. A lakossági nyitás után is lesznek szabályok, amelyeket kötelezően be kell majd tartania a fürdőzőknek. Vidáman gyakoroltak ma a kecskeméti strandon a kesi vízilabdás ifjancai. Az igazolt versenyengedéllyel rendelkező utánpótlás sportolók számára a strand 50 méteres medencéjét május 18-án hétfőn megnyitották. Folyamatos takarítás és fertőtlenítés, valamint a járványügyi szabályok betartása mellett mehetnek csak be a fiatalok a vízbe. Napi szinten közel 700 gyerek gyakorolhat. A strand és fürdő egyaránt március 12-én zárta be kapuit a koronavírus járvány miatt. Azonnal elkezdtük az előrehozott karbantartási munkákat szervezni, levezényelni, amelyet egyébként saját munkaállománnyal láttunk el, tehát én nagyon pozitívnak ítélem, hogy cégen belül meg tudtuk oldani, hogy nem kellett elküldenünk kollégákat. Kifestették, fertőtlenítették a medencéket, felújították a főépületet és a parkos részek növényzetét is rendbe tették a HÍRÖS Sport Nonprofit Kft. Munkatársai. Az alapos előkészítő munkának köszönhetően ma a strand már alkalmas a biztonságos fürdőzésre. A városi operatív törzsnek a határozata alapján június közepétől már nyithatunk majd. Pontos dátumot még nem tudok mondani, de arra törekszünk, hogy minél előbb megnyithassuk a strandot, mivel érzékeljük, hogy van erre igény, szeretnének jönni a vendégek, ugyanakkor nagyon fontos, hogy megfelelően fel tudjunk készülni. A HÍRÖS Sport Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint dacára annak, hogy a strand és fürdő jelentős bevételektől esett el idén a járvány miatt, nem emelkednek majd a jegy és bérletárak a strandon. Érdemes lesz azonban időben elindulni, ha csobbanni szeretnénk, mivel a strand csak az eddig maximálisan megengedett látogatói létszám 1/3-át tudja majd fogadni az óvintézkedések miatt naponta. Egy a városkaput szimbolizáló 3D nyomtatóval készült kecske kerül majd a Bem utcai körforgalmi csomópontba, mely vadvirágokkal lesz majd körbeültetve. A növényeket a Dorkadian Kft. Ajánlotta fel az önkormányzat számára, így kedden a városvezetők, a polgármesteri hivatal, valamint a Városüzemeltetési Kft. Szakemberei kilátogattak a kertészetbe. Felajánlást tett az önkormányzat számára a Dorkadian Kft., miszerint vadvirágokkal telepíti be, díszíti a Bem utcai körforgalmi csomópontot. Kedden a városvezetők és a polgármesteri hivatal, valamint a Városüzemeltetési Kft. Szakemberei kilátogattak a kertészetbe. A cél az volt, hogy megnézhessék azokat a szárazságtűrő, őshonos vadvirágokat, amelyekkel nem csak a csomópontot, hanem Kecskemét egyéb közterületeit is színesíteni lehetne. A közeljövőben elkészülnek az ezekre vonatkozó tervek. A Bem utcai körforgalom tekintetében Szemerei-né Pataki Klaudia polgármester más felajánlásokról is megállapodott. A Neumann János Egyetem és a Bácsvíz Zrt. Közösen támogatja, hogy a csomópont közepébe egy a városkaput szimbolizáló 3D nyomtatóval készült kecske kerüljön. Ez lesz körbeültetve döntően vadvirágokkal. A szárazságtűrő növények ötlete egyébként több városrészi képviselő érdeklődését is felkeltette, és jelentkeznek az igények ezek telepítésére. Újabb baleset történt Kecskeméten. Két személyautó ütközött össze, mivel az egyik sofőr nem adott elsőbséget a másik járműnek egy kereszteződésben. A balesetben szerencsére senki nem sérült meg. Rendőrök irányították a forgalmat az Árpád körúton, ugyanis baleset történt ma reggel. A Muraközi János utcán közlekedett egy 41 éves helyi nő egy Suzuki Swift típusú személygépjárművel. Jelenlegi adataink szerint az Árpád körút kereszteződéséhez érve nem vette figyelembe a részére kihelyezett állj elsőbségadás kötelező közúti jelzőtábla utasítását, és úgy hajtott be a kereszteződésbe, hogy nem biztosított elsőbséget a védett úton haladó BMW sofőrjének, ezért összeütköztek. A baleset során senki nem sérült meg. Idén online tartja meg az Együtt a Művészetért gálát a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, amelyen a 2019-2020-as évad legjobbjainak adják át az elismeréseket, közölte a teátrum. A jelen helyzetben nem tudják szponzorok segítségével támogatni a díjazottakat, de ahogy Cseke Péter igazgató fogalmazott, a lényeg a dicsőség. Az élőben közvetített online eseményen az évad emlékezetes pillanataiból láthatnak majd részleteket a nézők. A videó június 2-án este 7-kor lesz elérhető a színház Facebook oldalán, YouTube csatornáján és a www.kecskemétinemzeti.hu oldalon. A szavazás elindult. Idén is a színház 2019-2020-as évadának nagyszínházi, kamara és stúdiószínházi bemutatóira, az azokban közreműködő művészekre, jelmez- és díszlettervezőkre lehet voksolni. A teátrum közleményéből az is kiderül, hogy egy űrlapon egy személyt maximum 2 kategóriában lehet jelölni, valamint legalább 5 kategóriában kell jelöltet megnevezni. A szavazatokat május 28-áig éjfélig tudják leadni a kecskemétinemzeti.hu oldalon. A megszokott kategóriák mellett a színház saját díjait is átadják az est folyamán, így a Latabár díj és a Csizmadia díj idei nyertesei is kiderülnek az online átadón. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Mint az ország 7. legnagyobb városa, fontos, hogy Kecskemét önálló egyetemmel rendelkezzen. Így reagált dr. Salacz László országgyűlési képviselő arra, hogy a Neumann János Egyetemért alapítvány fenntartásába kerül felsőoktatási intézményünk. Kecskeméten 14 katona futott a Honvédelmi Országfutás a Magyarok Egészségéért elnevezésű rendezvényen. A Magyarországot átfogó projekt célja a társadalmi felelősségvállalás hangsúlyozása, a katonák erkölcsi támogatása, valamint fizikai erőnlétük bemutatása. Összesen 8400 métert teljesítettek ma a katonák. Hétfőtől a tanszünetben érvényes menetrend szerint közlekedhetnek a Kecskeméti Közlekedési Központ járatai. Ugyanezen időponttól megkezdődik a fedélzeti menetjegyértékesítés, valamint újra az első ajtón kell felszállni az autóbuszokra. A sportolók hétfő óta már használhatják a strand 50 méteres medencéjét, a lakosság előtt viszont a tervek szerint csak június közepén nyit az élményfürdő és a csúszdapark. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím hiros.hu. A hírös híreket 21 és 23 órakor éjszaka a képújság idejében óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskemetitv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra! Csütörtökön napos, derült időre számíthatunk, azonban már a hajnali óráktól élénk szél érkezik térségünkbe, amely délelőtt időnként erősre fordul. 9 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk a nap folyamán. Esőre nem kell készülni. Pénteken a mínusz tartományba süllyed a hőmérő higanyszála, -1 fokot mérhetünk majd a leghidegebb órákban. A meleg időszakokban 22 fok várható. Napközben alapvetően napos, derült lesz időjárásunk, csapadékra nincs kilátás. Szombaton is napos időre készülhetünk, csupán fátyol felhők szűrik majd a napsugarakat. -1 és 21 fok között alakulnak a hőmérsékleti értékek, csapadék továbbra sem várható.